A műsorvezetőt a Casablanca butik öltözteti. Köszöntöm Önöket, hogy pörgősen induljon a műsor, táncosok érkeztek hozzánk, Teremi Rolandot és Patai Maját láthatták egy Jive-val. Itt lesz Juhász Ágnes is, a Studio 2000 TS művészeti vezetője, vele hamarosan a szombati táncgáláról beszélgetünk, de mondom, hogy mi lesz még a műsorban. Elegáns ruhák készültek halasi csipkékkel ékesítve, adásunkban bemutatjuk a kollekciót és tervezőjét, ellátogatunk a középkori majánisra, Bebe pedig azt árult el halasi fellépésén, hogy milyen különleges emléket őriz a városról, de természetesen lesz lapozgató és programajánló is, ez mai kínálatunk, tartsanak velünk! Akkor most táncgálázunk, vendégem Juhász Ágnes, a Studio 2000 TSE Tánc Sport Egyesület művészeti vezetője. Szia, hát az év egyik nagy táncos eseményére készültök. Ha jól tudom, akkor most is próbáról szaladtatok ide, meg gyorsan sietsz is vissza, a finissében vagytok az előkészületeknek? Igen, most már úgy tűnik, hogy talán minden összeállt, és minden táncosunk, meg minden szülő velük együtt tudja a dolgát, és szombaton minden rendben lesz. Akkor most nagy próba zajlik, nagy a nyüzsgés a próbateremben? Igen, most onnan szaladtunk, és most megyek majd vissza, és a nagyokkal most kezdődött el a próba. Egy picit beszélgessünk a táncgálátok történetéről, a kedves nézőknek pedig mondom, hogy figyeljenek, hiszen tiszteletjegyet hoztál, úgyhogy majd sorsolni fogunk, lesz majd egy kérdésünk is, de akkor előbb beszélj arról, hogy milyen múltja van ennek a gálának. Hosszú évek óta hagyomány már a táncgála Kiskohalason. Még a kezdetén így próbáltuk népszerűsíteni ezt a műfajt, hogy egy ilyen gála keretében, showszámokkal, különleges produkciókkal megmutassuk, hogy nem csak a versenyzésről szól ez a sport, és tulajdonképpen talán a fennállásunk óta egy év maradt csak ki, amikor nem volt. Nem mondom, hogy ez nem próbatétel, mert közben ugye folyamatosan versenyzések vannak, minden hétvégén versenyeznek a gyerekek, és inkább a verseny számunkra ugye fontos, de igyekszünk bele zsúfolni a programba azt is, hogy elkészüljenek a különleges produkciókat, amiket mondtam. Az Egyesület életében ez mekkora eseménynek számít? Az helytálló, ahogy mondtam, hogy ez az év egyik legnagyobb táncos eseménye nálatok? Igen, mindenképpen. Ez egyébként minden egyesületnek egy ilyen ünnepi eseménye, nagyon sokan mások is egy ilyet egy évben rendeznek, azért, hogy a gyerekek meg tudják mutatni versenydruk nélkül azt, ami inkább a művészet része és nem a sport, ami ugye versenyen jobban szükséges, és talán egy kicsit felszabadultabban, talán jobban meg tudjuk mutatni, hogy a tánc mennyire fantasztikus lehet kicsinek, nagynak, bárkinek. Most is érkezik hozzátok sok vendég?
Mint táncos, körülbelül 150 táncos lesz a szereplője ennek az estének, és nagyon-nagyon várjuk a nézőket természetesen, mert tulajdonképpen a nézők részéről ez egy támogatás, hogy az Egyesület tovább tudjon élni. És gondolom a korosztályok közül is mindenki bemutatkozik majd? Hú, most minden, tényleg mindenféle korosztály, az óvodásoktól kezdve a szeniorokig nagyon-nagyon készülnek. Pont itt ebben a finishben most látom rajtuk, hogy iszonyatos izgulás van, és nagyon-nagyon készülnek rá. Ennek a gálának lesz a tematikája, vagy mindenki a kedvenc táncát, produkcióját mutatja be? Ez most nem egy jubiláló táncgála, és éppen ezért maradtunk a hagyományoknál, és rá volt bízva a gyerekekre, hogy van akire nem, a kicsikikre még nem, de a nagyobbakra már rá volt bízva, hogy milyen témát választanak ki. Tehát tulajdonképpen van egy fő cím, ami majd a finálénak lesz a címe, és mindenki azt, amit nagyon-nagyon szeretett volna megmutatni. És ha jól tudom, akkor különleges fellépőitek is lesznek. Igen, hosszú időt a készülök egy produkciót meghívni Kiskunhalasra. Soha ilyen még halason nem volt. A Magyar Tánc Sport Szakszövetségnek van egy ága, a szabadidősporton belül a kerekesszékeseknek a szakága, és tulajdonképpen nagyon készültem rá, hogy meg tudjuk azt egyszer mutatni, hogy egészséges, kevésbé egészséges, kicsi, nagy, idősebb, mindenki ez a tánc, és azért végre nagyon örülök, hogy ők el tudták fogadni a meghívásunkat, Budapestről érkeznek, és több számmal bemutatóznak. Megható lesz valószínűleg. Azt ugye eddig még nem mondtuk el, hogy mikor lesz ez a gála és hol? Május 20-án, most szombaton, este 19 órától a Kossuth utcai sportcsarnokban, a Volt AMK-ban. Este 6-tól már várjuk a nézőket, hogy kényelmesen helyet tudjanak foglalni. És ugye mondtam, hogy lesz egy kérdésünk, hát nem tudom. Te mondod, én mondjam, szerintem mondta. Jó, mondhatom. Az a kérdésünk, hogy melyik évben volt a legelső táncgála? Hát, ha sokan tudják, és aki tudja, az telefonáljon be hozzánk, a 77-es körzet 423-003-as számra várjuk a válaszokat, és akkor táncgálára szóló tiszteletjegy lesz. Hát ugye, most ugye, hogy beszéltünk róla, hogy nagyon-nagyon-nagyon készültök, hogyha lemegy ez a gála szombaton, akkor utána jön egy kis pihenés, vagy újra egy mozgalmas nyár előtt álltok, versenyről versenyre mentek? Sajnos. Én azt gondolom, hogy ebben a sportban nincs ilyen lehetőség, nincsen uborka szezon. Nálunk nyáron is ugyanúgy vannak versenyek, ugyanúgy készülünk, sőt, hát majdnem, hogy akkor több az edzés, mert hogy végre nem mennek iskolába, nem kell érettségizni, stb. Úgyhogy itt most inkább beindul majd a nyári szezon, ami még plusz és még erősebb munka a táncosoknak. Nem nagyon van nálunk megállás, ősszel itt vannak az országos bajnokságok, utána a magyar bajnokságok, úgyhogy nem lehet elaludni. Ez nem az a műfaj. Hát akkor köszönöm szépen, én jó gálát kívánok nektek, meg majd jó versenyzéseket is kívánok, és akkor engedünk el, mert rohansz vissza próbára. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. És hát amilyen harmonikus, kifinomult lehet egy tánc, olyanok a csipkés ruhák, ugyanis hordhatóvá tették a halasi csipkét. Rivnák Tünde divattervező álmodta meg az elegáns ruha kollekciót, aminek a nemzetközi csipkés találkozón volt a bemutatója. A halasi csipkékkel ékesített ruhaköltemények egyből felkeltették a hölgyek érdeklődését, így várhatóan újabb darabokkal is bővül a kollekció. Elegáns ruhák halasi csipkével díszítve, a Miracle kollekció Kiskunhalason a 18. nemzetközi csipke kiállításon mutatkozott be a nagy közönségnek, ahol azonnal tetszést aratott. A tervezőnő Rivnák Tünde is gyorsan beleszeretett a halasi csipkébe. Maga az, hogy Miracle, az egy csodát jelent, és hogy a név az honnan jött, hogy amikor én először itt kezembe fogtam méghozzá egy pillangot, akkor én nekem egyből ez az érzésem volt, hogy ez a világ 7. csodájából az egyik, úgyhogy itt teljesen egyértelmű volt, hogy mi lesz ennek a kollekciónak a neve, és hát így lett, nem is volt kérdés, hogy ez a csoda kollekció, és én azt gondolom, hogy tényleg ezt mindenkinek látnia kell Magyarországon, külföldön egyaránt. A halasi csipkét is mielőtt hozzákezdtünk volna úgy effektív a kollekció elkészítéséhez,
napokig fogdostam, és néztem, és hogy milyen érzéseket kelt bennem, meg milyen gondolatokat. Az első érzésem az volt, hogy hihetetlen, hogy ehhez milyen türelem kell, hihetetlen, hogy ehhez mennyi alázat kell, hogy ez elkészüljön. És akkor ugye jöttek ezek az érzések, és én próbáltam tényleg a ruhákat is úgy megformálni, hogy ezeket tükrözze. Tehát maga a formavilág is, hogy egy ilyen nagyon olyan küllemet, olyan kisugárzása legyen a ruhának, amiből tényleg a türelem, a tisztelet, a tudás, az a mérhetetlen ritka tudás, ami létezik itt ebben a kis műhelyben, hogy az úgy megfogalmazódjon. Úgyhogy így alakult ki maga a stílus. A Halasi Csipkeházban úgy vélik, a kollekció bizonyítja, hogy szerencsés volt a csipke és a tervezőnő találkozása. A kapcsolat Bécsben, a nagykövetségen indult egy Hungarikum kiállításon. Ott ő egy nagyon nagy sikerű divat bemutatót tartott. A kalocsai, meg mezőkövesdi motivumokkal díszített nagyon szép ruháival, és én akkor kértem meg, hogy tekintsen már meg a Halasi csipkét is, és próbáljuk már közösen gondolkodni azon, hogy esetleg a modelljeibe Halasi csipkét hogy tudnám megjeleníteni. Lejött a csipkeházba, és nagyon elbűvölte az itt látott gyönyörűség, és akkor el is jegyezte magát, én úgy éreztem, a Halasi csipkével, és nagy örömünkre szolgál, hogy azóta is töretlen lelkesedéssel próbálja felhasználni modelljein. A bemutatott ruhákat újabbak követik, majd más formákon, más színeken is megjelenik a Halasi csipke, és a tervek szerint nemzetközi kifutókon is bemutatkoznak a modellek. Azt gondoltam, hogy így első körbe az első 6 darab az legyen fekete, illetve sötétkék alap. Tervezek egyébként más színű alapanyagot is, például egy királykéket és piros színre rátenni a Halasi csipkét, úgyhogy ez a kollekció fog bővülni, minimum 10, de én nagyon szeretném, ha 15 darabos kollekcióra felduzzasztanánk, és az már egy olyan anyag, amivel már nemzetközi szinten is kiállításokon, fashion show-kon meg tudunk jelenni egy 15 darabos kollekcióval. A ruhákkal hordhatóvá vált a Halasi csipke. A kollekció darabjait többféle alkalomra is lehet viselni, ám mivel a Halasi csipke igen kényes, többnyire vitrinek mögött tartják, a tisztításának a kérdését is meg kellett oldani. Maga a ruha úgy van elkészítve, hogy a csipke egyébként levehető, tehát a ruha abszolút tisztítható, és már megbeszéltünk a tisztítóval is, hogy kifejlesztenek magára a csipkére is egy olyan kíméletes tisztítási módszert, amivel a csipke nem sérül, ellenben nyilván, ha valami kis kosz kerül, vagy valamit rá csöppen a csipkére, hogy azért az kitisztítható legyen, úgyhogy ez a része, ez már abszolút meg van oldva és ki van találva, de alapvetően azért én ezt mindig olyan alkalmakra ajánlom, akik egzisztenciálisan, üzletileg olyan rendezvényeken, olyan megbeszéléseken, tárgyalásokon vesznek részt, adott esetben reprezentálnak benne ilyen alkalmakra. Természetesen egy esküvőre, egy ballagásra, bármilyen ilyen jellegű alkalomra én nagyon-nagyon ajánlom. Egy középkori utazásra invitálom Önöket, a lovagok, boszorkányok, apródok és hercegnők világába. Kalandok sora várta az érdeklődőket a középkori Majánison, a Hírling József lovasparkban. Mint kiderült, sok gyerek kedveli ezt a történelmi kort, de azt is tudják, hogy milyen küzdelmes volt az akkori emberek élete.
Még a kislányok is lóra pattantak, kardot ragadtak, hogy bizonyítsák ügyességüket. Erre a Hírling József Lovasparkban rendezett középkori maján is adott alkalmat. Itt az érdeklődők egy kis időutazáson vehettek részt. Próbálunk egy kicsit időutazni itt a tavasz folyamán, és ezt próbálnánk majd a későbbiek során is folytatni. Ugye voltunk márciusban a 48-as huszárok idejében, most pedig a kicsit későbbre nyúlunk vissza a középkorban. Igyekeztünk olyan játékokat kitalálni, olyan foglalkoztatókat, amik a múltba, középkorba repítik vissza a gyerekeket, és egy kicsit át tudják ezt érezni, hogy milyen is volt akkor. Itt hátunk mögött az első példa egy boszorkány rész, ahol jósfal, tehát jósoltathatnak, illetve különböző varázsfüvekből készíthetnek főzetet a gyerekek. Boszorkány teszt is vár a nagyobbakra, illetve a fiatal hölgyeknek szerelmi tanácsadással is szolgálunk. A gyerekek körében igen népszerű volt a bálákból épített labirintus, de mindenki igyekezett minél több kalandban részt venni. Labirintus. Azt már kipróbáltad? Jó volt a labirintus? Nem vesztél el? Meg még van állatsimogató, meg még ilyen lovagos izé. A középkorban élő gyerekeknek nem volt idegen az állatok közelsége, ám a mai lakótelepeken élő gyerekeknek ritkán van alkalma nyulakat, kiskecskéket, vagy épp egy ilyen mini malacot simogatni. A középkori játszóudvarban most erre is mód nyílt a népi játékok kipróbálásával együtt. A feladatunk az volt, hogy ezt a régies lovakkori időbe, ugye akkor azt az időt a várok jelképezték, akkor az a különböző ügyességi feladatok, hogy lóról szalmakarikát kell karddal leszedni, a kardozás, ezek jellemezték, és akkor ezt az udvart próbált úgy berendezni, hogy kis állatsimogató, ügyességi játékok, hogy ezek azt az időt, azt a kornak a hangulatát hozzák vissza. Bent városban is nagyon nehéz ilyen állatokat most már ugye tartani, mert hogy elég sok problémát, időt igényelnek, ami úgy a rohanó világunkban nagyon keveset adatik meg, és akkor ilyenkornek nagyon örülnek. De egyébként igen, ezek az egyszerű fajátékok, meg az egyszerű játékokkal sokszor tényleg sokkal jobban elvannak a gyerekek, azt vettük észre is. Hát itt nem nagyon vettünk volna észre, hogy bármelyik gyerek leült volna elővenni a telefonját játszani. A maján is kiderült, hogy sok fiatal kedveli a középkort, és a történelemben ez az időszak a kedvenc fejezete. Olvasni is szoktam róla picit, de hát... Mit tetszik a középkorban neked? Hú, a lovagok. Szeretem a lovagokat, meg a várat, ugye. Hogy védik a várat a lovagok. Amíg a gyerekek játszottak, vagy próbálták teljesíteni a hét próba feladatait, a szülők, nagyszülők is figyelemmel kísérték az eseményeket, és a régi játékok láttán nosztalgiával gondoltak a saját gyermekkorukra. Nagyon ötletesek itt a játékok, minden is. Szóval jó, pompás, igazi gyereknap. Ez a felnőtteknek is nosztalgia egy kicsit a régi játékokat látni? Igen, mert hiszen gyerekkorunkban hát sokat felismerünk. Például itt ezt a teknős, ezért a kocsit meg, szóval ilyen nagy papucsokat. Hát igen, kicsit megöregettünk, de azért jó látni ezeket a játékokat. Hát különösen az, hogy ez a rengeteg gyerek itten valóban jól érzi magát. Forgatsz a pengén, vágsz torokra. A középkorban élőknek, de főként a lovagoknak érteniük kellett a harchoz. Azzal támadtak, vagy azzal védték magukat, ami éppen a rendelkezésükre állt. Az alapmozdulatokat a középkori majálison bárki elsajátíthatta. Itt a Kárpát-medencében a középkor egy eléggé zaklatott időszak volt, úgyhogy ha belegondolunk a török hódoltság idejét, vegyük alapul például, ott az volt a jellemző, hogy minimális áru fegyverzettel, tehát ugye nem volt pénz rendes páncélra, rendes lóra, védelemre, stb. Minimális eszközökkel is meg kellett tudni az embereknek védeni magukat, vagy adott esetben csatába kellett menni, vagy egy rajtaütést túl kellett élni. Tehát a hétköznapi ember ugyanúgy akár egy bottal, egy csákánnyal, vagy egy
bármiféle használati eszközzel, mint mondjuk a végvári vitézek, akik mondjuk zsoldot is sokszor nem kaptak, és nem volt még rendes ruhájuk se, azok egy használt karddal kellett, hogy megoldják akár a várvédelmet, akár a portját. Aki apródnak állt és kipróbálta a kardforgatást, azt mondta, nem lehetett könnyű hajdanán a lovagok dolga. Itt engem, hogyha egyszer megvágtak, de ez ilyen, csak ilyen szivacs kard volt, de ott élesbe, ott már egy vágás és a halált okozhatta. Itt meg ugye csak együttés. Egyébként te mennyire szereted a középkort, érdekel-e téged? Igen, érdekel. Már történelmet is nagyon szeretem, meg a kedvenc tantárgyam, és az volt a kedvenc részem, amikor azokat vettük. A középkori majális végén a gyerekek kellően elfáradva tértek haza a 21. századba. A kalandos középkor után jön a romantika, ami fontos szerepet tölt be a tini lányok életében. Előszeretettel olvasnak olyan könyveket, amikben a szerelem, a gyengétség és az érzelmek állnak középpontban. Lapozgató rovatunk keretében a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium egyik tanulója ajánl nézőinknek egy 100%-ban romantikus történetet. Gyönyörű sorscsapás a címe, Jamie Maguire-től. Ez egy romantikus, szenvedélyes, nagyon sok fordulat található benne. Ugye a főszereplő egy lány, és egy nagyon visszahúzódó, szerény, csendes lányról van szó, és ugye általában ezeknek a romantikus sztoriknak mindig van egy fiú szereplője, egy fiú főszereplője, és itt a fiú főszereplő laza, ilyen rossz fiúként jeleníti meg az írónő, és ugye a lány főszereplőnek ez nagyon tetszik, de ugyanakkor távol akar maradni tőle, mert ő nem akar bajba kerülni ez miatt, a rossz fiú miatt. Amikor olvastam a könyvet, akkor egy nap alatt végigolvastam, mondhatni, mert igazából nem tudtam letenni, mert annyira magával ragadott, ilyen érzelmi hullámvasúton éreztem magam, hogy egyik percben a karakterekkel nevettem, aztán utána a másik percben meg sírtam, és hát konkrétan már a hajamat téptem, hogy nem hiszem el, hogy miért így kellett történnie, miért így írta meg az írónő, de a végére annyira megszerettem, és amikor az utolsó lapot olvastam, már nem hittem el, hogy vége, de szerencsére ennek a könyvnek van még folytatása, mert hogy a fiú főszereplőnek van még 4 testvére, és az írónő mindegyiknek írt egy saját könyvet. Olyan slágerekkel érkezett Halasra a Bebe Dániel, vagyis Bebe, amelyek jó kedvre derítenek és táncra készítetnek. Az énekes a Borudvarban lépett fel, mint kiderült, a város igen emlékezetes a számára. Nem is gondolnák, hogy miért. Az idei Borudvar színpadán a Bebe Dániel, művész nevén Bebe volt a sztárvendég. Már gimnáziumi évei alatt eldöntött, hogy énekes lesz, és az 1999-ben alakult Picasso Branch együttesben vált ismerté, aztán jött a Back to Black, majd a szóló karrier. Az énekes már nem először járt Halason. A Back to Black zenekarral is voltunk itt, egyrészt, kettő, meg jóval korábbi emlékeim is vannak, mert annak idején itt volt az országos triatlon bajnokság, ami nekem egy nagyon jó élmény volt, egy nagyon kemény verseny volt, viszont örömteli volt, mert megyei második lettem, úgyhogy nekem ez egy nagyon jó élmény. Minden évben van augusztus 20-án triatlon versenyünk, úgyhogy várunk akkor, ha még benne vagy a triatlonban. Hát az nem most volt, tehát az úristen 30 éve. 30 éve. Bárdusz oroszlán gorilla a magától, bambusznád vajon kenyérfa. Bebe a Halasi fellépésére olyan dalokkal érkezett, amik jó hangulatot teremtenek. Olyan dalokat hoztam, amik remélhetően mindenki ismer. Ez mind magyar, mind külföldi, mert én azt gondolom, hogy az emberek szórakozni jöttek. Tehát most azt, hogy megfejtsem én a világot a saját dalaimmal, nem ez a cél. Tehát, hogy szórakozzanak az emberek, úgyhogy olyan dalok lesznek, amik remélhetően mindenkinek tetszenek.
Egyébként mostanában mi van veled? Hát jön ez a nyári szezon, gondolom ilyenkor egyik fellépésről rohansz a másikra. Mennyire lesz mozgalmas ez az időszak számodra? Hát nézd, Magyarországon sajnos nem úgy van, mint külföldön, hogy egy évre előre tudod a lépéseidet. Itt egy apró lépések, egy hónapra előre látunk általában, de hála Istennek szépen telik a napot. És ha nem koncertekre rohansz, akkor mit csinál Bebe? Akkor koncertekre rohan, mert hála Istennek külföldön sokat játszom a zenekarom, a Bebe and the Change-el. Nagyon szeretném, hogyha itthon is ugyanez lehetne. Bebe rajongó tábora a színpad előtt táncolta végig a koncertet, és volt, aki azt várta, hogy mikor kerül sorra a kedvenc dala. Direktől miatta jöttünk, kimondottan egy szám miatt, de azért az összeset szeretjük. Neked is kedvenced? Igen, nagyon szeretem. Te is hallgatod otthon? Igen, anyával együtt. És továbbra is a tánc és a zené lesz a hangsúly Halason az elkövetkező napokban. A szombat különösen mozgalmas nap lesz, hiszen a táncgála mellett citera maján is és folkest is várja az érdeklődőket, már is mondjuk a részleteket. Május 21-én van a Magyar Honvédelem napja, amikor Budavárának 1849-es visszavételére emlékezünk. Halason május 19-én pénteken tartják a megemlékezést. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik a szabadságtéri Gábor Áron szobornál a Felsővárosi Általános Iskola diákjainak közreműködésével. Május 20-án szombaton több nagyszabású program is várja a halasiakat és a térség lakóit. Idén is lesz citera majális. A program 10 órakor kezdődik a Hősök terén az Ivókútnál. A házigazda a Szilaj citera zenekar, de több citera zenekar és népdalkör is bemutatkozik, Zentáról is érkeznek vendégek, és Halasra várják Szakán László citera készítőt is. A Pünköst havi aprók tánca a Fészekrakó és a Pásztortűz Egyesület szervezésében 20-án szombaton délután 15 órakor kezdődik a Városi Könyvtárban. Este is lehet majd ropni a táncot, a sorrendben immár 7. folkesten a Hegedűs Együttes közreműködik. A 35 éves jubilómát ünneplő Hegedűs Együttes népzenei koncertje este 19 órakor kezdődik a Közösségek Házában. Az esten a gasztronómia is szerepet kap, szörpök és borok mutatkoznak be, de lesznek finom falatok is. Emellett lesz néptánc előadás, dal és tánc tanulás, valamint hajnalig tartó táncház. A Közösségek Házában kiállítás is várja az érdeklődőket. Június 8-áig látogatható Fekete Lívia különleges festményekből álló Univerzum című tárlata. 22-én hétfőn 16 órakor pedig megnyílik a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum rajzpályázatának kiállítása, és ekkor lesz az eredményhirdetés is. Az építőjátékok kedvelői pedig már bizonyára készülnek a LEGO kiállításra. A mozgó elemekkel tarkított diorámák május 25-e és 28-a között láthatóak a Vékúriában. Elrepült az idő, de egy feladatom még van. Műsorunk elején azt kérdeztük, hogy mikor volt a Studio 2000 TSE első táncgálája. Nos, 1995 volt a megfejtés. Nézzük, ki kapja a tiszteletjegyet a szombati gálára. Sorsolok ennyit. Tóth Mária nyertesünk. Gratulálunk. A belépőt a pénteki napon a Halas Média szerkesztőségében lehet átvenni. Egy hét múlva újra jelentkezik a Kultúrkép, akkor Szőri Attila várja önöket jármű történettel, történelmi tévhitekkel és az univerzumot idéző képekkel. Ezek alkotója, Fekete Lívia, a teremtést is különleges módon ábrázolja. Ezzel a nem mindennapi képi világgal búcsúzom önöktől, viszontlátásra!